Szia! Most kezdek neki a gluténmentes, tejterménymentes tortádhoz. Remélem, hogy jó lesz, mert ilyet még soha nem csináltam, és hát tudod, így körülbelül összerakok valamit, aztán majd kiderül, hogy milyen lesz. Remélem, hogy finom lesz, és mindjárt mutatom, hogy hogy csináltam. Nézd meg! Ó, lesz benne ilyen kókusz valami, de ez nem tudom, hogy csak a krémbe rakom el, vagy csak vagy a tortába is. Lesz benne egy, itt van kettő, de csak egy lesz benne ilyen 300 grammos, körülbelül 300 grammos. Édes burgonya, szódabikarbóna, csoki darabok, tojás, négy tojás, fahéj, banán, vanília, majzéna, akkor van cukor. Ezt normálisan csináltam volna, de most nincs rá annyi időm. Alma szósz, olívaolaj, meg kókuszolaj, só, aztán, ja, meg ott van a sütőpor. Ne felejtsük el a sütőport. Szóval körülbelül ezek lesznek bennem. És hát, ja, meg a kasudió, de az is a krémbe megy, mint a kókusz Úgyhogy majd kiderül, hogy milyen lesz. Mutatom, hogy készül. Itt van a négy tojás, a tojásfehérjét majd felverem, rakok bele egy kis szódabikarbónát, de csak így egy csipetnyit. És a tojás felverem majd a cukorral, mindjárt mondom, hogy mennyi cukrot fogok belerakni, mert azt még nem döntöttem el. Csipetnyi szódabikarbóna. Hát nem tudom, olyan 200 g cukrot rakjak bele, vagy egy kicsit kevesebbet, nem tudom, nézzük csak. Ebbe van 112 g, rakom bele még egy kicsit. Szóval ilyen barom cukrot fogok belerakni. Raktam rá úgy 180 g cukrot, aztán majd kiderül, hogy milyen lesz az egész. Kikeverem a cukrot, kicsit túl sok a cukor a tojáshoz képest, úgyhogy belerakom most a vaníliát, lehet, hogy mivel ez egy kicsit ilyen folyékony vanília, az így egy kicsit így megizéli, hogy hát hogy hívják legyen, egy kicsit így keverősebb legyen a dolog. Kikevertem, ilyen lett a vaníliával, aztán most össze fogom rakni a száraz dolgokat, a majzénát, gluténmentes, meg a többi dolgot. Ez elvileg 250 g-os majzéna. Hoppá, nézzük csak, hogy tényleg annyi. Tényleg annyi. Húha! Pontosan! Fantasztikus! Ebbe belerakom a sütőport, ez normálisan 500 g lisztnek való, de én ezzel utána nem fogok tudni mit csinálni, úgyhogy belerakom. Az egészet. Rakunk még bele egy tejáskanál szódabikarbónát, mondjuk nem nagyon tudom miért, mert a sütőpor az tulajdonképpen szódabikarbóna, vagyis ugyanaz tudja, de mindegy, belerakunk még egy ilyet. Ez egy kicsit tele volt, na mindegy. Szóval ennyi lett. Na, akkor most jön a fahéj, ami ugyanúgy, nem tudom, csak így körülbelül rakok bele, aztán majd lesz valami. Így. Egy ilyen kis csipetnyi sót is rakunk bele, lehet, hogy ez kicsit sok lesz, úgyhogy inkább így. Szóval ennyi lesz a száraz izéknak, összekeverjük őket, így valamennyire. Lehet, hogy kéne még egy kis fahéj hozzá, kicsit fahéjosabb legyen. Ja, még rakok egy kicsit hozzá, így a színét nézem, szóval nem tudom, hogy mennyit rakok bele, csak így körülbelül rakom, hogy... Ebbe mehetne még egy kicsi, szerintem. Raktam bele még egy kicsit. Nem túl sokat, de azért, hogy fahéj íze legyen valamennyire. Megpucoltam az édes burgonyát, és belerakom a gépbe. Az 300 g pont, és belerakom a banánt is. Így, és az 400 g. Hú, fantasztikus. Ott nevetnek. Össze turmixoltam a balánt, meg az édes krumplit, és ilyen lett, úgyhogy ezt majd összekeverem a tojással mindjárt. Beleraktam a tojásba, és erre még rárakok, mit tudom én, valamennyi almaszószt, mondjuk két evőkanál, az mennyi? Az... Így. Igen, így, pont 80 g.
Szóval még 80 g almaszószt is hozzáadtunk. Remélem, hogy finom lesz, mert ezt így körülbelül csinálom. Ez az almaszósz, ez nem édes. Lehet keverni. Rakunk még rá valamennyi olajat, mert az is kéne bele. Oké, olívaolajból rakunk mondjuk 50 g-ot. 50 g olívaolaj, és akkor rakok bele még ebből a kókuszzsírból is. Nem is tudom, le kell, hogy rakjam a telefon, de lehet, hogy abból is 50-et rakok. 56 lett, 106 g lett a zsíradékból, így összeizé. Na mindegy, ezt is összekeverem, aztán majd lesz valami, ilyen nagy darab zsír. Most ezt meg a szárazat visszarakom a gépembe, ide, és összeturmixolom, hogy utána felverem a tojásfehérjét, és azzal így összekeverem. De ezt a kettőt így előbb úgy akarom, hogy jól össze legyenek keverve, úgyhogy azért csinálom a géppel. Ott van az egyik fele, és most jön a liszt fele. Ilyen lett, szépen össze lett keverve, aztán most csinálom a tojásfehérjét. Beledobom a kis kaki darabokat, de azt nem a géppel keverem össze, különben már nem darabok lesznek, hanem így csoki por lesz belőle, úgyhogy ezt csak kézzel így összekeverem a kanállal. Ilyen lett a tojásfehérje, szóval áll egyedül, úgyhogy összekeverjük a kettőt. Nagyon óvatosan. Remélem, hogy finom lesz, mert én ilyen gluténmentes tortát még soha nem csináltam az életembe. Ja, és több ilyen kis darab csokikat raktam bele, mert úgy gondoltam, hogy az nem volt elég, amit az előbb raktam, úgyhogy még hozzáadtam. De alá süllyednek, aztán elég folyékony az egész dolog, de nem baj, majd lesz valami belőle. Nem szoktam ilyen ennyire folyékony ízéket csinálni tortának, de majd megsül valahogy. Apránként fogom így belerakni, így egy picit, úgy, és akkor így óvatosan így összekeverem, így, és az összessel így fogom csinálni. Ja? Szóval ezt nem filmezem végig, de így lesz csinálva az egész. Ilyen lett, az összes össze van keverve. Így még mindig elég folyékony, de nem baj, majd lesz valami a sütőbe. Mivel gluténmentes és tejmentes ízét csinálunk, így nem akartam kivajazni a ízét, a tálamat, úgyhogy így beleraktam egy sütőpapírt, és erre fogom ráönteni. És most mehet a sütőbe, azért raktam bele csoki darabokat, mert tudom, hogy eszed a csokit még akkor is a gluténmentes és tejmentesen eszel, és ezek ilyen nem tejcsoki, hanem tudod, ez a sötét csoki, vagy hogy kell ezt mondani, de mindegy. Nem tudom, hogy jól tettem-e, de most már ilyen lesz. A cashew-diótot vízbe kell ízélni, szóval rakok bele, mit tudom én, 150 g, pont jó. Hát és nyilván sótalan cashew-dió. Így néz ki, hagyjuk így egy 20 perc, egy órát. Most vettem ki a sütőből, ahogy tudod, a sütőm nem süt jól, és így ilyen lett, egy kicsit barnább lett, de nem is tudom, hogy jó-e vagy nem. Szóval, nem tudom. Nem úgy néz ki, mintha nagyon megsült volna belül. Itt látod, nem nagyon sült át a süteményem, mert a sütő nem működik jól, úgyhogy megint belerakom és megint átsütöm egy kicsit, remélem, hogy nem fog leégni. Ezek már egy órája áznak, úgyhogy le fogom önteni róluk a vizet. Ezeket belerakom a gépembe. Hozzáadok egy ilyen zöld citromlét, de lehet, hogy nem az összeset. Majd meglátom, azt hiszem, hogy két evőkanál elég lesz bele. Kimérem erre, és két evőkanalat rakok bele. Hát az a két evőkanál, az körülbelül az a fél citrom. Rakok bele ilyet, hogy édesebb legyen, de mivel alig van benne, ahogy látod, rakok bele mézet is. Szóval itt van ilyen mézem, akácméz, és ezt fogom belerakni. Ez nem teljesen egy evőkanál, de ja, mondjuk, hogy ezt beleraktam, és még két evőkanál mézet rakok bele. Szóval itt van egy, és jön majd még egy. Kinyitottam ezt a kókuszdobozt, és csak ezt fogom belerakni róla.
ami itt van a tetején, tudod, csak ez a krém szerűsége, csak ezt rakom rá. A többit nem, mert van benne folyékony is, és azt a folyékonyat azt nem akarom belerakni, csak ezt a krémet. Ez nem túl sok szerintem, reménykedtem többe, de ez sajnos ilyen 60%-os ízét vettem, látod, ami ide van írva, hogy 60% és 80%-ost kellett volna, mert nézd meg, alatta, látod, már tök folyékony, és oké, hogy itt még van egy kicsi krém így, de nem akarom, hogy ez a folyékony ízé belemenjen, mert akkor túl folyékony lesz a krémem. Rakok még bele ilyen két kis kanálnyi kókuszzsírt. Ez csak azért, hogy így összetartson, miután beleraktam a hűtőbe, tudod, hogy így egybe maradjon. Így. Körülbelül ennyi. És nyilván rakok bele vaníliát. Ezt is így körülbelül rakom. Ennyi. Aztán összekeverem, és meglátjuk, hogy milyen íze lesz. Ha nem elég édes, akkor rakok még bele mézet. Ilyen lett. Látod, így be fogom rakni a hűtőbe. Elég jó íze van. Én még raknék hozzá egy kis vaníliát, szóval azt fogom csinálni. Még rakok hozzá ezt egy kis vaníliát, de különben édesnek szerintem elég édes, úgyhogy ez így fog maradni. Elfelejtettem belerakni egy kis sót, szóval én most fogom. Beleöntöttem az összes vaníliát, megint összeturmixolom, aztán kész is lesz a krém, és mehet a hűtőbe. Most már elvileg jó, átsült, mert megint megsütöttem, úgyhogy ki fogom innen venni. Jól néz ki, és így ketté fogom vágni, hogy ebbe beleférjen. Oké, szóval itt a krém, itt van a süti, így összevágtam, tudod, így ketté vágtam. Ezt majd leveszem róla, ezt a tetejét szerintem, és most fogom összerakni, úgyhogy előbb egyet rakok rá, utána a krémet, utána a másodikat, és megint krémet. Lehet, hogy egy kicsit szélesebbre kellett volna, hogy vágjam, de most már mindegy. És a krém pedig ilyen. Szóval tényleg olyan nagyon jó krém jellegű. Tök jó. Így körülbelül ennyit raktam rá, aztán ez jön most a tetejére. Szóval most jön a második krémezés. Aztán hát igen, egy kicsit úgy kellett volna csinálnom, hogy a szélén is hozzáérjen, de most már egy kicsit mindegy. Ezt most kidíszítem egy kicsit. Ráreszeltem ilyen citromhéjat. Egy kicsit. Aztán megmostom egy pár ilyen kis mentaleveleket. Szóval ezt így ide bele fogok nézni valahogy. Aztán ezeket is rárakom. Ilyen lett, de rakok rá még ilyen kis valami dolgokat, hogy szebb legyen. Ilyen lett. Remélem, hogy ilyen marad holnapig. Remélem, hogy tetszett ez a videó, és hogy te is meg fogod csinálni ezt a tortát. És nem sokára találkozunk. Szia!